Sziasztok! Ez itt a Töretlen Nők, ahol a nőknek vesszük végig a sorsát a történelmen keresztül. És eljutunk napjainkba, ahol meg és reméljük, hogy rájövünk arra, hogy miért is van ekkora nőgyűlölet jelen pillanatban is a társadalmunkban. Én mióta ezt be így jobban beleástam magam, én teljesen meg vagyok döbbenve. Én azt hittem, hogy a nőgyűlölet az kicsit olyan, mint a, tudjátok, ezek a neonáci dolgok, hogy van pár hülye, de hogy alapvetően a többség normális. És én azt hittem a nőgyűlöletről is, hogy van pár hülye nőgyűlölet, de hogy alapvetően a nagy többség az normális. Hát nagyon van. Szóval vannak kedvenc terepeim, ahol elmondom, hogy én miket olvastam, hogy mit csináltak például Rómában, vagy bárhol a nőkkel, és hogy miket, hogy fosztották meg őket a jogaiktól, és hasonlók. És a férfiak egy része teljesen őszintén, vicc nélkül azt válaszolja erre, hogy akkor csinálták jól az emberek. Akkor csinálták jól a férfiak. Ez lenne ma is a jó követendő példa. Szóval, hogy számomra ez egy nagy tanulság, és nagyon dühössé tesz, és nagyon szomorúvá tesz, és nagyon féltem a lányaimat, hogy egy ilyen közösségben növünk fel. Van egy férfi TikTokon, hát mondjuk nehezen hívom férfinak. Mindegy. Szóval van egy ember, egy ilyen kis... Annyira próbálok nem sértő szavakat mondani, de mindegy. És csak és kizárólag én videókat csinál, ahol a nőket mindenféle ocsmány néven illeti, és ő jól megmondja, hogy a nőknek hogy kéne viselkednie, hogy kéne öltözni, hány férfival élhetnek nemi életet, hányan nem, és hogy különben is minden nő urva, és amit el tudtak képzelni. És egy-egy videóját 10 000-en lájkolják. 10 000. Több mint 40 000 követője van. Szóval amikor azt hiszük, hogy ez egy pár ember, nem. Ezek az emberek itt élnek velünk, ezek is köztünk járnak. És ezek is, ha tehetnék, megfosztanának minket a jogainktól. És azt gondolják, hogy mi nem vagyunk egyenértékűek. És most nézzük meg, hogy a kora kereszténység ezt például milyen kedvesen megágyazta nekünk. Én! Szóval, amit lehet tudni, hogy a Bibliában ugye az Ószövetséget és az Újszövetséget alapvetően ketté kell választani bizonyos szempontokból. Például nagyon más az Ószövetségi Isten. Az Ószövetségi Isten egy ilyen gonosz nagypapa figura az én szememben, aki büntet és haragszik és bosszúálló és kicsinyes és tovább, hogy egy ilyen nagyon nem túl szimpatikus figura. Az Újszövetségi Isten ezzel szemben már egy sokkal megbocsájtóbb valaki, de azért még mindig nem az igazi. És ami a nagy probléma, hogy ugye ma is több millióan, azt hiszem olyan 260 millióan tartják magukat gyakorló kereszténynek, tehát akik nem csak rámondják azt, hogy én egy keresztény országba születtem, megkereszteltek, de aztán életemben nem jártam templomba, és különben sem tudnám elmondani azt, hogy a Biblia milyen részekből áll, és nem is olvastam belőle semmit soha, hanem olyan keresztények, akik tényleg gyakorolják a vallásukat és a hitüket, olyan 260 millióra tehető most, és ezek az emberek például mind hisznek abban a teremtés történetben, amely Évát okolja az emberiség minden szenvedéséért. Ők mind hisznek abban, hogy valójában Ádám lett megteremtve a tökéletesség meg magának, Isten képére, és hát mivel kicsit magányos volt, ezért a bordájából megteremtették Évát. Ezek mind olyan hitek, amiket, hogyha így mondogatnak neked, akkor igenis hatással lesz arra, hogy te miként vélekedsz a nőkről. Egyébként, ami az egészben egy szomorú és ilyen ironikus, hogy a kereszténység elterjedésében igenis nagy szerepe volt a nőknek, hogy például beházasították őket olyan családokba, amelyek nem voltak keresztények, nem voltak hívőek, és aztán ők adták tovább a vallást, és hát nagyon sokszor megállapítható, hogy igazándiból az anya az, aki a vallást tovább örökíti, nagyon sok esetben, az esetek túlnyomó többségében. Ami nagyon érdekes a Bibliában, ami megfordul így a római kori valláshoz képest,
hogy magát a szexualitást azt bűnnek ábrázolja, szégyennek ábrázolja. Mindenféle dolgot tilt vele kapcsolatban. Házasság előtti szexet, házasságtörést, orális szexet, maszturbációt, minden tilt, és hogy szégyennek tekinti, és igazániból csak a szaporodás egy eszközének tekinti, és hogy egy olyan dolognak, ami elgyengíti az embert. Itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy ebből a gondolatból táplálkozik az, amit mai napig mondogatnak nekünk a férfiak, hogy nekünk nincs jogunk a szexualitásunkhoz. Hogy nekünk nincs jogunk arra, hogy nekünk igényünk legyen arra, hogy például orgazmusunk legyen. Hogy nincs jogunk arra, hogy nekünk annyi partnerünk legyen az életben, amennyit szeretnénk. Ugye? Tehát hányszor halljuk azt, hogy egy férfi, hogyha 40-50-150 nővel van együtt, hát ő az alfaim. Ha egy nő 40-50-150 férfival van együtt, akkor ő meg egy hivatásos szégyen. Értitek? Tehát, hogy ez innen gyökerezik. És ez végtelenül szomorú, mert hát miért is van az, hogy az egyiknek lehet, a másiknak nem? Az miért lehet? És ez a kettős mérce mutatkozik meg ebben is. Az Ószövetségben a nőgyűlölet sokkal erőteljesebben jelenik meg, mint az Újszövetségben. Például ilyen mondat hangzik el az Ószövetségben, hogy a ruhában moly van, az asszonyban gonoszság. Köszönjük szépen! Ezzel szemben az Újszövetségben megjelenő Jézus egy nagyon felszabadító, nagyon új hullámot képviselő valaki volt, aki akár egy vétkes asszonyt is azt mondta, hogy ne büntessétek meg a házasságtörőjét, menjél, élj tovább az életed, csak ne vétkezz többször. Szóval, hogy ez egy olyan felfogás volt akkoriban, olyan újdonsült és nőkkel szemben barátságos felfogás volt akkoriban, ami miatt nagyon sok nő fordult a keresztény valláshoz. Ami nagyon érdekes, hogy például Márk feljegyzéseiben az is szerepel, hogy amikor Jézust keresztre feszítették, akkor nagyon sok férfi elmenekült, viszont a nők ott maradtak érte imádkozni. Szóval, hogy ilyen szinten vonottak be a nők a keresztény vallásba és Jézus követésében. Ami változást hozott, hogy nem kötelezték házasságra feltétlenül a nőket, hogy nem kötelezték őket házasságra, amennyiben özvegyé váltak. Ugye ez a régi társadalmakban, az ókori társadalmakban ez egy hagyomány volt, hogyha te özvegyé váltál, akkor újra kellett házasodnod, akár rokonságon belül, és ilyen hasonlók. Az, hogy nem kötelezték a nőket ebben házasságra, ebben a vallásban, ez kimondottan hozzájárult ahhoz, hogy ez a vallás népszerűvé vált a nők körében. Olyannyira népszerű volt, hogy 350-re a fele a római társadalomnak kereszténnyé vált. De azonban, mint ahogy ez lenni szokott, Jézus szavait hát nem vették annyira komolyan, mint ahogy kellett volna. Például Pál is azt írja, a korintusbeliekhez írt első levelében, hogy az asszonynak feje pedig a férfi, mert nem a férfiú van az asszonyból, hanem az asszony a férfiúból, mert nem a férfiú teremtetett az asszonyért, hanem az asszony a férfiúért. És itt már megjelenik. Ez már a megkülönböztetés, a nőgyűlölet, a nőelnyomásnak egy nagyon-nagyon szép példánya, ahol megint megvan az mondva, hogy te csak ne akarjál semmit, mert te teremtettél értünk, neked csönd a neved. És Jézus nem ezt akarta, de aztán a követői ezzé tették ezt a vallást. Nagyon sokszor Pál hivatkozik arra, hogy a házasság az védelem a vágy ellen, és Pál apostol például az egyik szószólója volt annak, hogy maga a testi vágyak és a testi gyönyörök hajszolása, főleg itt a szexualitásra vonatkozott, hogy az elront mindent ezen a világon. És akkor elkezdték megint a nőket hibáztatni. Pál apostol is vallja azt, hogy ha egy nő visszafogottan, szerényen öltözködik, akkor a férfiuknak könnyebb magukat visszafogni a szexualitásuk területén.
Igen, szóval, hogy erre azért többféle dolgot tudnék mondani. Az egyik például nagyon jó példázata arra, hogy azokban az országokban, ahol a nők a lehető legjobban el vannak nyomva, a lehető leginkább szexuális tárgyként vannak kezelve, azokban az országokban tetőtől talpig be vannak fedve a testük. Ahol nincsenek jogaik, ahol ők csak egy tárgyak, akiket adnak, vesznek, és szülőgépek, ott a nők többségének, a bőrfelületének nagy része el van fedve. Azokban a társadalmakban, mint például a törzsi társadalmakban, ahol a nőknek gyakorlatilag csak a nemi szerve volt eltakarva, egy icipicikét, és minden más látszott, ott sokkal inkább egyenrangúak voltak a nők, mind ezekben a társadalmakban. Szóval ez, ahogy Pál apostol azt mondja, hogy ő szerintem minél több mindent eltakarsz magadból, annál könnyebb a férfiaknak megállni a saját vágyaikat, és az annál jobb egy társadalomnak, ez bizonyítottan nem igaz. És a nőknek a helyzetén csak ront az, hogy minél jobban megkövetelik tőlük az öltözködésükben, hogy ne legyenek kívánatosak a férfi szemnek. Tudnám javaslani, hogy férfiak nyomják ki a szemüket. Az szerintem megoldaná egy életre ezt a problémát, úgyhogy ezt tudom minden javasolni finoman. Aztán megjelent egy Tertullianus nevezetű ember, aki hát nagyon-nagyon sok minden bajt okozott a nőknek. Olyan dolgokat talált ki, hogy például a nők ne fessék az arcukat, mert hogy az a nő, aki ki tudja festeni az arcát, az onnan tanulta, hogy angyalokkal hált. Erre hagyok itt egy kis időt, jó? Tehát minden nap, amikor kisminkelítettek magatokat, akkor erre gondoljatok, hogy ti ezt onnan tudjátok, hogy angyalokkal háltatok. Illetve azt is mondta ez a drága, hogy az arcfestést kedvelő nők beszennyezik a templomot. Mert tudod, így a falhoz így oda dörzsöd az arcod, és az alapozó rákerül. Biztos arra gondoltak, egy cuki fiú. Továbbiakban abban is hittek ebben az időszakban, tehát 350 után vagyunk Rómában, szeretném felolvasni, hogy a nőknek hatalmában áll megzavarni az önuralom és a fegyelem erényét követő, csiszolt elméjű férfiakat. Ugyanakkor a szépítkezés kedv szerintük csak azt mutatja, hogy a nők mennyire ostobák. Igen, szóval csiszolt elméjű férfiakat egy szoknya látványa megzavarja. És a smink iránt érdeklődés, az pedig a nők ostobaságára világít rá. Meg a szépítkezés, tehát egyáltalán a testi higiénia, mint hogy mosakodni, meg hogy tisztának lenni, meg jó illatúnak, az mind azt jelenti, hogy mi ostobák vagyunk. Aztán ugye megjelent a kereszténységben egy új gondolat, az üdvözlés gondolata. Ugye ez azt jelenti, hogy ha meghaltál, akkor majd a mennyországba kerülsz, és akkor ott aztán minden tuti lesz. És hogy akkor te elnyered méltó helyedet Isten jobbján, vagy nem biztos, hogy így van, de mindegy, szóval, hogy elnyered a helyedet valami nagyon tuti helyben. És nagyon sok ember például ekkor alakultak meg a szerzetes rendek. És hát ezek a szerzetes rendek is igazándiból egy ilyen aszkéta életmódra, tehát egy ilyen nagyon önmegtartóztató életmódot szerettek volna elvárni a férfiaktól, és hogy a szexualitásukat teljesen megtagadják. Tehát nem csak úgy, hogy nőkkel nem, meg férfiakkal nem, hanem hogy az önkielégítéstől elkezdve minden tilos. És hát az a helyzet, hogy igen durva példák voltak arra, hogy ezt nagyon sok embernek nem sikerült megállni. Például volt egy nagyon híres szerzetes rend, amelyiknek a tagjai kiásták nők hulláit. És azokkal, az osztó hullákkal így kenegették be magukat, hogy elvegyék a kedvüket a szexualitástól. Erre hagyok itt egy kis időt, hogy a hullagyalázás így finoman befigyel, mert hogy annyira nem bírtak magukkal, szóval, hogy most megmondom, valaki ilyesmet csinálni a hullámmal, egész életében kísérteni fogom. Most mondom. Aztán 305-ben pedig sikerült egy elvirai zsinatot tartani, ami a nők szexualitását és viselkedését volt hivatott szabályozni. 81 szabályt hoztak, abból 34 csak és kizárólag a nőkre vonatkozott, és arra, hogy ők mit tehetnek, és mit nem. 393-ban a test elleni harc nevében beszüntették az olimpiai játékokat, mert hogy hát azok is csak a testre hívják fel, és az érzékekre a figyelmet, és hogy ezt irgumborgum, de be kell tiltani. 390-ben a szeretett vallás nevében
Rómában működő homoszexuális bordélyokat felkeresték az éjleple alatt, mert bátor fiúkák, ezek én mondom nektek. Megkeresték őket, ráncra verték, kivitték őket a föltérre, és elégették élve. A női bordélyházakat, ahova a férfiak jártak, azokat véletlenül kifelejtették ebből a körből. Az nem volt baj. Hát az belefér. Na de homoszexuális bordély, azt nem. Meséljetek meg, fiúkák, meséljetek meg. És hát az a helyzet, hogy ez a fajta hozzáállás nagyon-nagyon sokáig a középkoron át végig ívelni fog, csak felfelé ível, hogy a nőket az erényükkel definiálni, hogy a szexualitás bűn, hogy a női nem, nem hiba, hanem természet, ez például Szent Ágoston mondta, és például Szent Ágoston is mélyen hitt abba, és terjesztette az igét, hogy a nemi vágyat Isten büntetésként adta. A nőket úgy nevelték 7 éves koruktól ebben az időszakban, hogy legyenek nagyon szemérmesek, legyenek nagyon csöndesek, ne alkossanak véleményt, soha ne beszéljenek vissza egy férfinak, éljenek visszafogott életet a 4 fal között, legyenek mértékletesek, és tanulják meg a női nemhez méltó házi munkákat. Ezt szeretném elmondani, hogy ezt, hogyha ma férfi társaságban elmondod ezeket, nagyon sokan bólogatni fognak, hogy igen, szerintük így kéne. És érdekes, ez csak a nőkre vonatkozott. A férfiak meg csináljanak azt, amit akarnak. Jó fejek vagytok. Szóval maga a jézusi példázatokban és maga Jézus fejében nő és férfi egyenlő volt. De aztán az, hogy az egyház ezt hogyan valósította meg a mindennapi életbe és az egyház berkein belül mit engedett és mit nem engedett a nőknek, az már nagyon nem arról szólt, amit Jézus eleve elgondolt. És szeretném itt felhívni a figyelmet, hogy ez mai napig így van. Ma 2022-ben, ha felmentek a biblia.hu oldalra, linkelni fogom, remek olvasmány. Ott van egy egész oldalnyi, vagy azt hiszem 2 oldalnyi írás arról, hogy a nők helyzetére milyen választ kell adni, és hogy a nőket hogy kell a helyükre tenni, és hogy a sátán magát az ötlet, hogy nő és férfi egyenlő, hogy a nőknek jogok járjanak, és ugyanolyan jogok járjanak, mint a férfiaknak, és hogy önmagukban is értékelhető egyedek legyenek. Ezt azért szeretném így linkelni, hogy 2022-ben a biblia.hu-n milyen vérlázító írás van fent arra vonatkozóan, hogy minket hogy kell helyre tenni. Innen is csókoltatom a szerzőjét. Hello, édes! Ha akarsz, beszélgessünk egyet. És hát igen, ez volt a kora kereszténység. Utána át fogunk térni a középkorra, mert hogy így nagyjából az van, hogy most így a 390-es éveknél zártuk be, és az 1300-es évekig nagyon nagy változások nem történnek. Tehát a nőknek ugyanaz a borzasztó életük van, mint 300-ban. Tehát hogy ez egy laza 1000 évig így eljátszadoztak velünk a férfiak. És itt szeretném elmondani, hogy amikor számon kérik azt, hogy bizonyos kultúrákban a nők miért nem harcolják ki maguknak azt, hogy na, előrébb tartsanak, vagy hogy ugyanolyan jogaik legyenek, vagy hogy több joguk legyen, azért itt is szeretném felhívni a figyelmet, hogy iszonyat mennyiségű idő telt el az ókortól napjainkig, ahol még mindig az vita tárgya, hogy egy nőnek joga van-e a szexualitásához, hogy egy nőnek joga van-e a testéhez, hogy egy nő erényessége az mennyire fontos, miben mérhető, és a férfi erényessége miért nem fontos, és miért nem mérhető. Szóval jelen pillanatban Amerikában egy olyan, mármint az Egyesült Államokban, egy olyan országban, ami technikailag és nagyon sok szempontból a világ élvonalába tartozó országnak tekinthető, jelen pillanatban arról folyik a szavazás, hogy egy nőnek joga van-e a testéhez, vagy nem. Igen, szóval számomra ez elkeserítő. És hogy ne higgyük azt, hogy ezek egyik napról a másikra történnek. Ne higgyük azt, hogy ezek könnyen mennek. És főleg lányok, ne higgyük azt, hogy mi nekünk ez már vége van, hogy mi már megszereztünk minden létező jogot, mert nem.
Tehát nehogy azt gondoljátok, hogy ez ma máshogy van, hogy ma minden tök jó, hogy nekünk ma annyira el vagyunk kényeztetve jogokkal és mindennel, és igazándiból maga az, hogy a nőgyűlöletről beszélünk, ez csak egy fantazmagória, és igazándiból nincs is miről beszélni. Ne felejtsétek azt el, hogy azokban az országokban, ahol az abortusz tiltva van, és büntetés jár érte, ezen országokban 90%-ban nagyobb büntetés jár az abortuszért, mint magáért a nemi erőszakért. Na, hát ezzel a kis kedves gondolattal engednélek benneteket az utatokra, hogy így remélem kávé már nem kell, ma sem. Vigyázzatok nagyon-nagyon magatokra, legyen nagyon szép napotok. Sziasztok!